Köszöntjük a kedves hallgatókat! Városi egészségnapra, sőt egészségnapokra készül a Komáromi Vöröskereszt helyi szervezete. Olág Gáborral beszélgetünk a Magyar Vöröskereszt Komárom Tata Kisbér területi koordinátorával. Izgalmas programok elé nézünk, és számos program vár az ide érkezőkre. Mikor, hol és mivel várjátok az érdeklődőket? Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat! Én már a harmadik alkalommal rendezzük meg a Városi Egészségnapot. A helyszín az Arany 17 rendezvényház, ide várunk mindenkit nagy tisztelettel. 16.30-kor kezdünk pénteken egy ünnepélyes megnyitóval. Az ünnepélyes megnyitót polgármester úr és a Magyar Vöröskereszt Komárom Esztergom vármegyei elnöke fogja eszközölni. Ezt követően pedig Gunnar Griha előadását hallgathatjuk meg. Ő már többször itt volt nálunk, mondhatnunk azt is, hogy visszatérő vendégünk, meghívott előadónk. Nagyon sokan várják és szeretettel hallgatják az előadásait, és biztos vagyok benne, hogy lehet épülni az által elmondottakból. A szombati nap lesz az effektív, a munkásabb program, talán lehet így kifejezni. Szűrőprogramokat iktattunk be. A korábbi évekhez hasonlóan csontvitkurás szűrésről, demencia szűrés újdonságként jött be most ebbe az évben. Cukorszint ellenőrzés, vastagbélák szűrés, vérnyomásmérés, hallásvizsgálat, látásvizsgálat, dietetikus tanácsadás, melmullázs, digitális mérleg, tavmasszázs centrum, és most vagyunk még tárgyalásban, ebben az utolsó pár napban is, egy PSA szűrés, tehát egy prostata szűrésről, amit ha minden jól megy, akkor sikerül leszerveznünk szintén erre a napra. Tehát amit elmondtam, abból látszik, hogy nagyon nagy szűrési hányad tölti ki a napot. Az időpont az 10-től 16 óráig van, tehát ebben az intervallumban várunk mindenkit, minden komáromit, hogy jöjjön el. Hozzá kell tennem, minden egyes programunk az ingyenes. Tehát minden egyes vizsgálat, ahol esetleg máshol fizetni kell, ez nálunk ingyenes. Este a záró előadásunk Pál Feri atya előadása. Bizonyára sokan ismerik, a hallgatók közül is. Nagyon nagy ívű. Az előadásának a címe, Benned van a világ, tehát adtunk neki egy ilyen keret címet, de az előadás címe, amivel konkrétan segíteni szándékozik, illetve hát gondolom én, az fog is az embereknek. Én, mi, mindenki, az önmegvalósítás lehetőségei. Én azt hiszem, hogy időszerű ez az előadás. Bízunk benne, hogy nagy sikerrel fog végbe menni, és korlátozottak a helyek. Tehát ezért is raktuk fel, hogy előregisztráció szükségeltetik, mert ahogy számoltuk itt talán közösen, és kb. 200 embert fogunk tudni eljutatni csak az Arany 17-be. Regisztrálni hol lehet és mi módon lehet a rendezvényre? Előregisztrációnk volt 27-ig él, de még van pár hely. Megadnám ezt a telefonszámot, bízvást hívhatják. Ez kimondottan csak az előadásokra vonatkozik az előregisztráció. 0630 388 5599, és itt történik meg a regisztráció Pál Feri atyára és Gunnar Grihára is. A demencia vizsgálat egy újdonság, és ez nem véletlen, hiszen ez a 21. század betegsége lesz, vagy már az is. Hiszen nem csak az idősebb korosztályt érinti, már úgy veszi. Igen, korábban meg szokták kérdezni, hogy hány éves kortól érdemes foglalkozni, illetve tehát valamilyen szinten akár feltáró munkával is megközelíteni ezt a hát jelenséget, betegséget. Nem az én feladatom ezt eldönteni, hogy minek fogják nevezni, illetve beállítani, de most már egyre inkább fiatalabb korban is érdemes lenne a vizsgálaton részt venni, tehát már 45-50 éves korban is már javasolt a szakemberek alapján. A probléma sokrétű. Tehát nem csak az, hogy aki ennek szenvedő alanya, hogy milyen dolgokat él át, hanem az is, aki vele együtt él. A későbbiek során már inkább őket sújtja nagyobb arányban. Én úgy gondolom, hogy erre a 10-15 perces intervallumot fölölelő kis vizsgálatra minél többen jelentkezzenek. Nem kidobott idő, az erre fordított idő. Hát várjuk a jelentkezőket itt is. És emellett még számos más vizsgálat is lesz. Ezek a vizsgálatok hány éves kortól ajánlottak? Úgy hirdettük meg a szombati napot, hogy felnőttek részére.
Tehát egy vastag bénák szűrés az nem annyira a fiatalabb korosztályt veszélyezteti, mint inkább az idősebbet. Ugyanez vonatkozik a prostata szűrésre is. A mellmullásra, a csontiszkulás szűrését inkább úgy fogalmazhatnék, hogy a középkorúak, illetve az idősebb korosztály számára lesz ez a nap. Nem lehet elégszer elmondani, hogy érdemes jelentkezni a szűrésekre, hiszen hangsúlyozzuk, hogy ingyenesek a szűrések, máshol pedig, és máshogy ez nem kevés anyagi vonzattal jár. Mindemellett, aki még nem volt, azokat is megnyugtathatjuk, vagy esetleg óckodnak tőle, hogy ezek a szűrések abszolút fájdalommentesek. Igen, abszolút fájdalommentesek ezek a szűrések. Egy-egy bökés előfordul, tehát akár egy vastagbélák szűrés, vagy egy cukorszínné, tehát aki méri, azt tudja, hogy van, hogy is mondjam, erősebb nőstény szúnyog csípésével felér, de ennél tovább semmiképpen sem szabad ezt tupírozni. A lényeg nem jár fájdalommal egyetlen egy vizsgálat sem. Nem csak a pénzbe kerülés, hanem az idő faktornak a csökkentése is, mert még egy csontiszkulás szűrés mérése lehet, hogy 2 hónapot is kell várni itt. Ha eljön, akkor rögtön meg is tudják csinálni, és akkor mehet tovább az itt kapott eredményekkel. Prevenciónak is tekinthetjük ezt az egész dolgot. Annál is inkább, mert aki még esetleg nem volt, ha ne adj Isten véletlenül, hogy valamit találnak idézőjelben, akkor meg fogják adni azt az utat, hogy hogyan tud tovább menni, hogy az egészségét megfelelő módon tudja karbantartani. Tehát egy felismerés, egy prevenció, nagyon-nagyon fontos megelőzésként is. Minden szűrés esetében azonnal láthatjuk az eredményt is? A csontritkulás szűrésnél ott megkapják rögtön az eredményt. A PSA, illetve hát a vastagbélák szűrésnél ott hosszadalmas, tehát több lépcsős folyamat van, nem csak vérvétel, de ott is rövid időn belül, én azt mondom, 2-3 héten belül megvan az eredmény. Amikor később kapják meg, ez hogy történik, ezt ti fölveszik a kapcsolatot? Igen, tehát mivel minden egyes ilyen vizsgálat névre szóló, amikor felveszik a kollégák az adatokat, abból szerepel a telefon, tehát az elérhetőség is. És miért kész vannak ezek az eredmények, tehát megérkeznek a Tatabányai megyei laborból, akkor ezt követően mi felhívjuk őket, és akkor át lehet venni ezeket az eredményeket. Hát akkor mondjuk még egyszer a dátumot, Városi Egészségnap Komáromban. Így van, november 3-a, 4-e, 3-án kezdünk 16.30-kor az ünnepélyes megnyitóval, és maga az effektív munkafolyamat, az pedig 4-én lesz, 10-től 16 óráig és 18 órától Pál Feri atya előadása jön. Én, mi, mindenki az önmegvalósítás lehetőségei címmel. Várunk mindenkit!